Szevasztok, gyerekuk! Hát ugye a szürke hétköznapok, ugye, amik most vannak, elég rossz állapotok vannak, ugye nem nagyon mehetnek ki az emberek, stb. Karantén, meghűlünk, ilyesmi. Szeretnénk nektek egy kicsit úgy szint vinni, meg egy kis vidámságot hozni a hétköznapokba. Termál Tamás, azaz Tremel Tamás produkciójával, aki gyakorlatilag 26 éve karanténban van, de már a jelenlegi karantén is olyan durván kihatása van, hogy egyszerűen olyan videókat tölt föl, úgy nyilvánul meg itt az interneten, egyszerűen beszarás. Ezt szeretném nektek megmutatni, hogy Termál Tamás miket csinál. Én nagyon jóban vagyok a Termál Tomival, én szoktam vele úgymond majdnem napi szinten beszélgetni. Nagyon vár engem, igazából ezt napi szinten hangsúlyoz, és már gyakorlatilag már egy hónapja folyamosan nekem ezt mondja, hogy nagyon vár engem Tatabányára, mert valószínűleg megyek majd arra, lesz arra fel dolgom, és hát mondtam neki, hogy akkor lehet, hogy beugrok, és akkor kicsit meglátogatom, vagy valami, és még beszélünk egy-két szót, tudjátok. Na mindegy, Termál Tomiról csináltuk egy összeállítást. Egy összeállítást csináltak Termál Tomiról, ami beszarás. Ezt szeretném nektek most megmutatni, tartsatok velem, nézzük meg együtt, miket csinál Termál Tomi a karanténban, illetve amikor nincs karantén. Na lássuk! Eston Kacsa, mint láthatjátok ott fönt a videó feltöltő és az értelmi szerzője ennek a brutális videónak. Most nézzük meg ezt a remek művet, Termál Tamásról, gyerekek. Mi folyik itt az interneten 2020-ban? 2020 elején, a koronavírusos időszak alatt. De az, hogy a Dancsó Péter bevágás, haláli. Fölrakja a kacsát, ezt a kacsát. Kitakarom, ezt akkor nem tudja. Figyelj, kitakarom. Nem kell kétszer mondani. És ennyi a produkció, gyerekek. Kikép az a patuska, mint hogyha én napi szinten ott állnák az ajtó alatt, és így néznék fel, hogy mikor szól ki hozzám. Tatabányán. Beszarsz. Patuska! Elkülök a rögtön. Kizónak a teraszon volt, hogy nem csinálni. Beleszorik a vödörbe. Tehát a vödörbe a kakilás, ez most, amikor azt hinnéd, hogy mindent láttál az interneten, nem tudnak újat mutatni, de igenis tudnak. Itt van Termál Tamás 2020 elején. Vödörbe kakilós live-ok. A Patuska Négerei csoportban, gyerekek, ezek napi szintűek. Tehát ezek napi szintű dolgok a Termál Tamásnak, és ő úgy fogja fel ezt a vödörbe kakilást, mint hogyha ez egy olyan dolog lenne, vile legtermészetesebb dolga, hogy az emberek vödörbe kakinak, de ő úgy csinál, hogy figyelj, belekakil a vödörbe kint a teraszon, utána mit csinál, minden normális, minden másik ember mit csinálna, ha már ilyenekre vetemül, kiöntöm a WC-t és lehúzom. Nem, megfogja, kibassza az erkérő. Does make sense? Kiönti, kikúrta, szia van. Mikának eltűnt a szemöldöket. Hát mi, reggel fölkelti, azt nem volt már meg? Hozzunk a csapimat, ízi. Hopp! Ez legenda. Na. Mi volt a tanga, bassz meg? Hozzunk a csapimat, ízi. Na. Bassz mutogatás, igen. Itt én mondtam még annól Kriszpének, hogy... Itt tudom én... Hát ez egy geci jó kép. Mi ez itt, bassz meg? Tremmel mutasd meg a kis csibakkát, aztán megbocsátok. És akkor, Patuska, tényleg? Tényleg. Itt a Krisz live-ba. Beszart, és akkor Termál Tominak nem kellett kétszer mondani, ez a durva, hogy nem kell kétszer mondani, és ennyi. Krisz P. Oda sem néz a Krisz P, de mit, hogyha megvárna a legmegfelelőbb pillanatot, figyelj. Mikor itt tudod, most a Krisz P elnéz, és akkor húzza le. Tehát vár, és akkor elnéz, akkor hopp, faszmutogatás. Ez alap. Ez egy alap, a Termál Tamásnál alap. Beszarás. És innen szokott üzenet, szia Patriot! Szia Patuska! Katona? Hopp! Bocsi! Megjött Termál Tamás! Hát és a Tarsanyinak a kedvenc kocsmája, a kedvence, a Termál Tamás, itt még örült neki. Itt még örült a Tarsany, amikor meglátta. Amikor lejött hozzá, de amikor már hetente minden egyes nap lejött hozzá, akkor mindjárt meglátjátok, hogy viszonyult hozzá a Tarsanyi. Figyeld! Hallom, hogy levetkőzöl a nősorjaidban, meg a nemi szemmutogatod, ez milyen dolog ez? Te most autista vagy? Kurva anyád, menjél el a kurva édes anyádat, takarodj el! Húzzál el a kurva anyádat, takarodj el innen! Majd elkapod, te mindjárt szájba baszlak, baszom az anyádat!
Na húzzál már ide, gecibe már! Ez a Tarsanyi a... És már, és az durva, hogy Tarsanyi és a Termál Tamás között ez a óriási feszültség, ez csak egyre éleződött. És ugye Termál Tomi mindenféleképpen szerette volna, hogy rendeződjön a viszonyunk, ne haragudjon rá a Tarsanyi. És az hogy oldod meg? Nem az, hogy bocsánatot kérsz, az már a mai világban már nem menő. Hogy próbálod meg elsimítani a dolgokat, hogy próbálsz meg mástól úgymond tényleg, hogy ne haragudjon rád, mit csinálsz, amit a Termál Tamás csinál, megmutatod a szaros gatyádat neki, hogy ezt neked üzenem. Hát, ha megbocsájt. Valakit mindjárt. Tudod, hogy kakis. Legendás videó, Eston Kacsának innen is hatalmas pacsi, lent a leírásban megtaláltatok ezt a videót. Kíváncsian várom a kommenteket, a komment szekció, mit gondoltok Termál Tamásról, mert amúgy meg szerethető figura. Nem bántásból készült ez a videó, ő is szerintem örülni fog neki, mint az állatot csináltam róla. Ez a videó, ez az összeállítás ebbe a formába megállja a helyét, tök vicces. Csomószó megbontrákoztató dolgokat csinálta Termál Tomi, viszont én bírom, gyerekek, én azt kell, hogy mondjam, hogy bírom. Igaz, hogy naponta megkérdezi, hogy mikor jövök meg, hogy van-e a live, az legalább 50-szer minden nap. De ezektől eltekintünk, szerethető figura ez a csávó. Szerethető figura, van rossz oldala is persze, de alapjávéja mondom, hogy igazából el lehet verelni. Na, kommentba várom a reakciókat, ha tetszett a videó, ne felejtsetek el lájkolni, és lehetek velem legközelebbi résznél is bármit, amit csinálok, vagyis hát legközelebbi videónál, ugye? Szevasz, tesónkám!